Rögtön a csúcson kezdett, hiszen már főiskolásként mind filmen, mind színpadon elhalmozták öt szerepekkel. Pályakezdése óta a Katona József színház tagja, de a legtöbben szerintem az úgynevezett nagy közönség közönségfilmekből ismerik Onodi Esztert. Akkor, amikor valaki rögtön mondjuk Csehov és Shakespeare darabok főszereplőjeként lép először a színpadra, és nem mondjuk, nem tudom én, negyedik alabárdosként, akkor az nem nagyon veszélyes egy fiatal színésznőre nézve? Szerencsére ezzel egy időben még forgattam is, elkezdtem két, két filmet egyszerre, tehát olyan szintű felpörgés történt az életemben, hogy én ezt föl se fogtam. Tehát, hogyha én ezt jó analizálom, hogy velem most mi történik, akkor nyilván nem lépek színpadra, mert ezt, ez nyilvánvalóan valami olyan abszurd dolog, hogy az lehetetlen, hogy jósüljön el. De annyira vitt valami előre engem abban az időben, egy, ráültem tényleg egy ilyen lendületes vágányra, ami 150-nel elindult, és gyorsult fölfele egyre följebb, hogy, hogy, ezt én nem, nem gondoltam végig, hogy ez így van, hanem hagytam, hogy történjenek velem a dolgok, mert máskor nem tudtam volna csinálni. Az a veszély, Önt nem fenyegette egy percig sem, hogy esetleg elhiggye magáról, hogy na no most aztán nekem mindentől kezdve sikerekkel lesz kikövezve az egész életem, és tulajdonképpen csak fel kell menni a színpadra. Hála Istennek nem 18 évesen vettek fel a főiskolára, mert nem is jelentkeztem akkor, hanem én 20 évesen felvételiztem először. Ezt csak azért mondom, hogy már azért nem, nem egy teljesen elveszett kamasz voltam abban az időben, hanem egy picit már megvoltam magam, nem sokat, de egy picit már megvoltam magamhoz való eszem. Másrészt pedig a szüleim olyan, olyannyira lebeszéltek engem egészen addig a, erről a pályáról, pontosan az ilyen, ilyen buktatók miatt, hogyha az ember ott sikertelen, akkor azért az nagyon ke keserves kenyér, hogy, hogy valahogy bennem ez, a, ez az elkapatás, vagy ez a siker, mint olyan az, az nem, nem járt ezzel, hogy akkor rögtön úgy el is szálljon az agyam. De egy idő után nem óhatatlanul nem marad meg az az emberbe az az automatizmus, hogy nekem most már innentől fogva jár a fő szerepség? Szerintem minden színész így áll neki ennek a pályának egyébként, hogy, hogy, tehát senki nem úgy kezd, vagy úgy lesz színész, hogy én szeretnék harmadik alabárdos lenni, és maximum szobalány, hanem mindenki főszerepeket, és ide nekem az oroszlánt is alapon választja ezt a pályát. Úgyhogy ez nagyon is jó, hogyha a színészben van egy ilyen egészséges ambíció, mert ez viszi előre, és ez, ez ettől tud ő egyre többet a pályán elérni. Hogyha ezzel még a szerencse is mellé mint mondjuk az én esetemben, hogy azáltal, hogy nem vettek föl elsőre a főiskolára, hanem csak másodikra, viszont ennek következtében kerültem Zsámbéki Gábor osztályába, és innen egyenes utam volt a Katona József színházba, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó kombináció. De amikor elmúlik a főszerepség, mert biztos, hogy vannak mm. olyan időszakok, amikor az embernek egy-két évadon keresztül nem csak főszerep jut részül, akkor nem nagyon csalódott épp ebből következően? Picit csalódott, nekem is volt ilyen időszakom, amikor azt éreztem, hogy... hogy tehát nézze, van, amikor az van, hogy kicsit jól esik pihenni. Tehát az, néha az ember saját maga kéri. Én magam is voltam már ilyen helyzetben, hogy én kértem az igazgatótól, hogy most a következő évadom az legyen egy picit nyugisabb, mert, mert úgy érzem, hogy, hogy nagyon megterhelő minden este úgy a színpadra állni, hogy nagyon nagy terheket kell a vállamon elvinni. És akkor ilyenkor van egy lazítós év. Nagyon jó egyébként néha egész más pici karakterszerepeket is megcsinálni. Tud a neki úgy örülni egy színész? Hogy ne van, Tényleg? amikor kifejezetten jól esik az, hogy nem rajtam múlik most az előadásnak a sikere, hanem csak egy üdes Benne. De van olyan is persze, amikor az ember azt érzi, hogy borzasztó hogy jó formában van, és ez most nem feltétlenül fizikailag értem, hogy jó formában van, hanem hogy mentálisan, kreativitás szempontjából olyan, úgy rendben van, úgy azt érzi, hogy tele van energiával, amit szívesen öntene munkába. És ez nem történik meg, mert nincsenek lehetőségek, akkor az megint egy másik helyzet. Ilyen is volt már a pályámon, ekkor is konzultáltam az aktuális igazgatómmal, és ezt elmondtam hogy most valami váltás előtt érzem, hogy talán állnék. Mert volna Sőt, másik színházba? Igen, igen, volt is már egy másik megkeresés. Nem tudni, hogy melyik színház? Nem szeretném mondani, mert nem lett belőle semmi, és akkor én értelembe fölösleges is borzolni a kedélyeket. De akkor például úgy érezte, hogy nem a kvalitásainak vagy az érdemének megfelelő? Úgy éreztem, kap? hogy, hogy mennek az évek, nem, pontosan nem kapok olyan szerepeket, amik, amik nekem járnának, vagy amik, amikre úgy azt gondolnám, hogy ez hogy jó lenne eljátszani, mert most éppen abban a fázisban vagyok és nem, nem adnak igazán örömöt azok a szerepek, amiket játszom. Vagy azért, mert már nagyon régóta játszom, vagy azért, mert maguk a szerepek nem olyanok, amik olyan nagy örömet okoznának. Tehát, hogy, hogy úgy valahogy azt éreztem, hogy, hogy nincs az, hogy ami például a tavalyi évadban maximálisan volt, vagy az azt megelőzőben, hogy bármelyik este megyek a színpadra föl, függetlenül attól, hogy most én óriási nagy szerepet játszom, vagy közepeset, de örömmel megyek föl. Ez abban az időszakban nem volt, hanem azt éreztem, hogy most olyan, olyan, olyan ked nyűgös vagyok, és kedvetlen, és egyfolytában azon jár az eszem, hogy, hogy miért nem vagyok máshol, és miért nem játszom más szerepeket. És akkor nekem az igazgatóm akkor elmondta, hogy nekem miért nagyon jó a Katona József színházban lennem, és miért lenne sokkal rosszabb annál a színháznál, ahova egy esetlegesen mennék. És aztán ennek azért meglet az az eredménye, hogy a következő évben kaptam olyan szerepeket, amiket, amiket úgy éreztem, hogy meg tudtam jól csinálni, és akkor ez úgy, úgy lett. Anélkül, hogy ezen rugóznék azért olyan sokat, de mintha még a mai napig is lenne önben egy pici hiányérzet. 2012-ben valami olyasmit mondott, hogy még mindig nem tettem le igazán a névjegyem, már ami a Katona József színházat illeti. De mondott olyat pár évvel ezelőtt, hogy az eddigi szerepeimben a pályám során még biztosan nem csináltam meg azt a szerepet, amire azt mondhatnám, hogy na ezért fognak rólam utcát elnevezni. Zsámbékével Igen, állítólag ezért. megállapodtak, hogy a Zsámbéké Gábor volt sokáig Katonai József Színház igazgatója, főiskolai osztályfőnöke, hogy színpadon a főiskolán önhöz fűzött reményeket még nem váltotta valóra. Szó szerint ezt mondta valahol. Szóval azért ez egy komoly hiányérzetre utal. Nekem legalábbis. Aha igen, ez az a fajta hiányérzet, amit én úgy dédelgetek magamban, hogy ez visz előre a pályán. valahogy azt érzem, hogy de ez most egy annyira bonyolult és olyan sokrétű kérdés, és annyira szerintem nem érdekli a nézőket. Szerintem meg de, de hát akkor ez hosszú műsor lesz. Persze, <gül> persze, <gül> jaj, jaj, Tehát, hogy, hogy, azért ehhez hozzá kell tenni az ember, akkor mindig ugye összehasonlítás végez. Erre most például tökéletes alkalom volt az, hogy hogy a Katonérov Színház ugye 30 éves lett. Idén is volt egy nagy gála műsor, ahol ugye az aranykor, amit szívesen hívnak aranykornak a, a szakmabeliek, ami ugye a, a mondjuk a 80-es és a 90-es évek közé eső katonai Színházról beszélünk, a nagy három nővér, nagy előadások, világkarriert, tehát ami tényleg úgy föllötte a katonát abban az időszakban, az az aranykor. Nem most az aranykornak a részvevői videóba játszásokban, vagy adott esetben élőben is nyilatkoztak, és valóban ott egy nagyon gyors embetést végeztem, hogy Udvaros Dorottya, aki szintén hát egy emblematikus figurája volt az akkori katonának, 13 évet töltött a katonában, és azért eléggé jelentős szerepek fűződtek az ő nevéhez. Tehát ő benne volt a három nővérben, benne volt a kat, tehát mindezt, hát tudnék most egy csomó darabot mondani. Én már 16. év vagyok a színházban, ha beleszámítom a gyakorlatos 16 is. 16. év vagyok? 96 -ban... hát akkor négy évesen kellett, hogy Igen, hát hát 96-ban kerültem oda négy évesen. Úgyhogy valóban ez tényleg kimondva is, hát így meg Élve is elég sok. De hogy való baj, valójában ö, nem tudom, hogy majd az 50 éves katonában, amikor majd készül egy ilyen újabb összeállítás, abban már csak benne leszek én is, és hogy majd ott összevetve az én 16 évemet, mondjuk az aranykor részvevőinek a 13-10 évével, hogy a, a mérleg mit ad ki. Ez nyilván. Ö, persze nem egy, nem egy reális összehasonlítás, nem is lehet reális összehasonlítás, hiszen abban az időszakban, amikor mondjuk a három nővér készült, azt tudni kell, hogy azok a nagy klasszikus előadások, a három nővér, a Mirandolina, a Revizor, az Übükirály, stb., azok egy olyan itt és most pillanatban készültek, amikor azoknak az előadásnak a rendezői, a darabok és a színészek fantasztikus jó összeállásban voltak. Ma már ugye egy színész, én mondjuk azt, biztos vagyok, hogy a katonában a három nővér nem fog soha többet színpadra kerülni. A mizantróp is egy olyan véletlen, vagy egy kivétel, ami, ami ugye most már másodjára játszuk a színházban, hiszen udvaros Cserhalmival volt jó pár évvel ezelőtt a Székely Gábor rendezésében, és ugye bemutattuk tavaly előtt a Zsámbékinál, Fekete Ernővel és velem. Tehát ez az egy olyan előadás, ami egy úgynevezett klasszikus darabnak a remékje, vagy egy repríze a katonában. Tehát ott már kvázi eljátszották, és elrendezték előlünk ezeket a nagy szerepeket, és az ember ilyenkor egy mérleget von magában, vagy egy döntést hoz, hogy mi éri meg jobban, hogy elmenjek mondjuk egy másik színházba, ahol még ezek a szerepek mind előttem vannak, hiszen azok a színházak még nem játszották ezeket a darabokat vagy pedig elfogadom, hogy a katonában vagyok, és akkor abba beleesik olyan kísérleti előadás, amilyen kísérleti előadás, ami nem feltétlenül hoz világsikert se a színháznak, se a színésznek. Viszont egy olyan szellemi művészi közegben dolgozhatom, dolgozhatok, ami, ami egyébként az én színészetemnek nagyon jó. És én ezt a döntést hoztam, tehát kvázi elfogadom azt, hogy lehet, hogy az életben nem fogom eljátszani ezeket a nagy, úgynevezett klasszikus női szerepeket, Viszont elképzelhető, hogy hosszú távon az én színészetem gazdagodik azzal, hogy olyan emberekkel és olyan közegben dolgozom, ahol. De olyan aspektusból például nem lehet a távozás mellett szóló érveket felsorakoztatni, hogy új impulzusok érnék, új rendezőkkel dolgozna, új közegbe kerülne, új kollégákkal, olyanokkal, akikkel valószínűleg a Katona József színházban nem fog találkozni. Hála Istennek azért mondjuk ilyen szempontból jó helyzetben vagyok, mert ugye ebben az évadban csak olyan rendezőkkel dolgozom, vagy dolgoztam, akikkel még soha. Tehát ennek ugye része, hogy a katonából elengedtek a belvárosi színházba, ahol Nos, a Hargitai, A volt. Igen, a Jadviga párnáját csináltuk Hargitai Iván rendezővel, akivel szintén nem dolgoztam még. Viszont a katona házhoz hozta, vagy házhoz hívta Mohácsi Jánost, akivel szintén. Ez egy jó fajta találkozás volt, a katonában még nem dolgozott ő, és most egy nagyon jó munkán vagyunk túl és ugyanúgy az évad végén na, hamarosan elkezdjük próbálni Dömötör Andrással egy kortás német darabot, akivel szintén nem dolgoztam. Tehát, hogy most, most nem tudnék erre a kérdésre úgy válaszolni, hogy új impulzusok érhetnének máshol, hiszen a katonában is új impulzusok érnek. Úgyhogy Hát nézd, itt van egy nagyon nagy vákum, azt mindenképpen tudni kell, hogy a, mondjuk az én színész generációmnak nincs meg az adekvát rendező párja. Mint ami mondjuk annak idején Básti Juliéknak, Cserhalmiéknak megvolt, akár filmen, akár színházban a Zsámbékék, a Serék, illetve mondjuk a Jancsó, vagy az összes többi akkori filmrendező esetében. Érdekes, amit mondnak például filmen, az feltűnt, hogy hány filmet forgatott összesen? Nem tudom. Rengeteg. <laughs> Nem nagyon emlékszem olyan rendezőre, rendezőre, akivel mondjuk két filmet csinált Miért? volna. Ö... Tehát nagyon sokan mondjuk úgy önbeszerettek, de mégse lett senkinek az kimondott nagy líblingje. Hát ehhez azért tartozik az is, hogy a magyar filmjárta nem olyan tempóban termeli a filmeket, amik, amik kívánatosak lennének mondjuk egy színésznek. Tehát, hogy ezt valóban én magam is nyilatkoztam, aztán most sorra cáfolom meg ezt a nyilatkozatomat, tehát tényleg be kéne fognom a számot leginkább. <laughs> Mert ugye Deák Krisztával most csináltuk az aglaját, akivel szintén erre dolgoztam együtt, Herendi Gábornak is a valami Amerikából is lett egy második film, és hogyha minden igaz, akkor Fazekas Csaba, aki ugye a Boldog Születésnapot című filmet csinálta, őnek is van egy filmterve, amiben érintett vagyok, hát remélem, hogy az most már a közeljövőben nem csak terv, hanem egy megvalósulás elé áll. Tehát, hogy azért vannak... Ilyen rendezők is, akik azért veszik a bátorságot, hogy még egyszer hívnak. De valóban úgy nem lettem, mondjuk, mint a Tótorsi a kornélnak, vagy vagy a Hajdu a töröki és orsi, aki ugye a felesége is ennyi. Erre önnek mi a magyarázata? Hát, hogy nem vagyok a felesége filmrendezőnek, és, és nem vagyok olyan. olyan ö, most nem akarom, hogy félre tehető legyen, amit mondok, hogy olyan könnyen behatárolható karakter. Tehát, hogy ugye egy művészfilm, ugye ők mind művészfilmes filmrendezők, tehát nem, nem a kommerzben utaznak. A művészfilmeseknek általában ugye van egy nagyon komoly témájuk, amit akárhogy is, de mindig ugyanazt a gittet rágják. És ahhoz ők nagyon, és ezt most jó értelemben mondom, tehát semmiképpen nem akarom ezt én vagy lenézni, hanem, hanem van ez a jófajta monománia, hogy ugyanazt a, de egy színházban is van ilyen rendezőjéként, aki ugyanazt a, a, témát járja körbe egyfajtába. És oda azért vannak így leosztott karakterek. Tehát, hogy meg a, filmek, am, filmesek amúgy is szeretnek ö, szerintem egy picit ilyen skatujásabban látni, mint a színháziak. Úgyhogy ö, ez egy alkati kérdés, azt hiszem, az én esetemben. Meg hát lehet, hogy egyszerűen nem, akikkel én dolgoztam, ők olyan típusúak, mint amilyen egyébként én is vagyok, hogy szeretek sokféle dolgot kipróbálni, sokféle más műfajban, vagy más emberekkel. És úgy látszik, a ezek is ilyenek, akikkel dolgoztam, hogy ők is nyitottak mindenki másra is. És akkor néha visszatérnek hozzám az, hogy ilyen korán kezdett el filmezni, és ilyen nagy tempóban, ilyen nagy töménységben, az a katonán, a katonán belüli szerepét, helyzetét mennyire befolyásolta? Önön ragad például, miután ez egy nagyon markáns művész színáz. Nem ragadhatott az önön, hogy ön egy ilyen filmes csaj, aki elmegy a meseautóba, a valami Amerikába, sikert-sikerre halmoz? Ö, ez soha nem volt kimondva, és most így utólag már, hogy végül is ott maradtam, és nem, nem mentem soha más színházhoz, tehát már elég régi bútor darabnak számítok. Valahogy ezek a, ha még voltak is ilyen fajta ki mondani ki, soha ki nem mondott, de átélt feszültségek, ezek, ezek valahogy úgy elsimultak. Mert, mert nyilván a kollégák is látták, hogy, hogy azért a színpadon is megállom a helyemet. De önben volt feszültség? Be, biztos, hogy bennem is volt. bennem konkrétan volt feszültség, de nem a kollégák iránt, hanem én, ezt így behalucináltam magamnak, hogy engem nyilván a katonának a közönsége az effektíven nem, bír elviselni pont amiatt, hogy, hogy én ezekben a filmekben játszom. Ezt mondjuk ugye a autó és a valami igen, igen, környék a környéken, tehető? igen, igen, ahol azt éreztem, hogy, hogy ami biztos, hogy lehet, hogy volt, de tuti, hogy én magam felcsavartam itt a hangerőt a fejemben. hogy fél színpadra lépni akkor? Egy azt egy, éreztem, készütség. hogy kimegyek a színpadra, és akkor olyan dermed csönd van, hogy, hogy kétszeresen kell bizonyítanom a nézők előtt, hogy, hogy én nem, nem csak egy ilyen kis valakik által kreált, vagy fölött kis üstököske vagyok, hanem azért van ott is valami keresni. Van. Szóval ez nyilvánvaló, hogy ez egy, ez egy plusz, plusz teher, ami így rajt, rám került, mert mert tényleg azáltal, hogy többen ismertek, és, és fokozottabban figyeltek abban az időben rám, úgy éreztem. Van azért ennek egy másik aspektusa is, nevezetesen, hogy tudnék mondani az önkorosztályából két szintén nagyon elsőrangú, hát kettőt biztos, két nagyon elsőrangú színésznőt ugyanakkor, már a Katona József színházból, ugyanakkor ha azt mondanák, hogy mondjak akár csak egy filmet is, az ő pályafutásukból, hát lehet, hogy itt ülnék holnap estig, még eszembe jutna egy. Ilyesfajta irítség, vagy ilyesfajta féltékenység, az soha nem ült tort például ott a színházba. Nem, mi nem, szóval valahogy így, lehet, hogy az emberekben van, ez vagy, vagy, ilyen humoros formában, vagy valami pikirt megjegyzés formában ö, kikerül, de, de, valahogy azért ez nem, 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 szóval nem ez a fő téma közöttünk. Meg ráadásul, ha valakinek van valami filmes sikere, akkor persze van egy egészséges irítség a többiekben, de azért ez nem több ennél. Tehát, hogy, hogy azért szerencsére már majdnem mindegyikünknek volt valamilyen fajta filmes vagy egyéb tapasztalása, ami azért úgy elmondható. Tehát nincs olyan, hogy valaki csak valaki forgat, és az összes többi meg, meg nem, hanem azért valahogy mindenkinek van már valamilyen, ha nem is ilyen hosszú listája, mint mondjuk akár nekem, de Szóval azért ez valahogy vagyunk annyira kultúráltak, én azt érzem egymás között, hogy ez itt nem, tehát tényleg az még nem történt meg, hogy elgáncsoltak volna a takarásba csak az érven, hogy én nekem sikerem van a filmben. Ez még nem volt. Egy főiskolán, ahol ugye egy nagyon-nagyon izmos társaságba került, be, tudomásom szerint csak ugye legismertebbe, legismertebbeket soroljuk, Rába Roland, Elek Ferenc, Fulajtár Andrea. Hát e, maga Múdrusz is. Így van, tehát egy nagyon volt, izmos, mind. nagyon jó erőből álló társaság volt. Ott mm -hmm. például, ilyesfajta irítséget, azt, hogy önk nagyon korán felfedezik, és harmadévesként már főszerepeket játszik a katonába, filmes szerepekre hívják. Hiszen versenytársakról van szó, gondolom hogy ők is akartak volna menni, és szívesen mentek volna filmet forgatni. Nem tapasztal? Olyan érdekes, mert én ameddig el nem kezdtem ezekben a nagy filmekben forgatni, engem soha, tehát nagyon talán a Fazekas Csaba volt az egyedüli filmrendező, akinek vizsgafilmében filmjében valami büfésnőt játszottam. De egyébként senki soha nem hívott vizsgafilmekbe filmekbe forgatni. Mert ugye ilyenkor az szokott, vagy az lenne a normális, hogy a főiskolás színész növendékeket, a főiskolás filmrendező növendékek fölkérik, hogy a film, vizsga játszanak. És tényleg hát rengeteg évfolyamtársam volt, aki egyik munkából esett be a másikba. Engem soha senki nem hívott én a Csabát leszámítva. Tehát én ezt egy el is könyveltem magammal, hogy hát nyilván én nem vagyok egy filmes alkat, tehát biztos. Vagy. El is le is mondott róla? Abszolút. Én ezt úgy, úgy, hát, és az ott, hogy én hát valószínűleg nem, nem, nem fogok könnyen, figyelmet. de, de úgy nagyjából ugye igen, tehát ezzel úgy, úgy kibékültem, hogy hát biztos, vagy akkor majd lehet, hogy majd kicsit később, amikor majd nem tudom, szóval majd valahogy lesz, de hogy nekem ez a filmes dolog, ez nem fog működni, ebben úgy nagyjából el, eltemettem ezt én magammal. És akkor jött, tényleg két film egymás mellett időben, ugye az egyik az a Glamour című filmje volt a Gödrös Frigyesnek, a másik pedig az Alkimista és a Szűz, amit Kamondi Zoltán csinált, és akkor elkezdtem ezekben forgatni, de, de valahogy és akkor indult meg ez az őrült tempó, hogy akkor kikerültem a katonába is. Szóval ezekkel már tényleg nem volt energiám és időn foglalkozni, hogy én az osztálytársaknak, vagy az évfolyamtársaknak a, a féltékenységével vagy a, vagy a, De nem is tapasztalt ilyet. Nem nagyon tapasztaltam, mert egyrészt a színházban majd ugye mindannyian kikerültünk a katonába, az egész osztályunk ott volt gyakorlaton, és az ott lévő 12 emberből, vagy 11 emberből mondjuk 6 abstart, tehát mindenki kapott legalább egy főszerepet. Tehát azért azt tudnunk kell, hogy nekünk nagyon nagy szerencsénk volt a mi osztályunkban a katonában, mert általában nagyon ritka eset az, amikor egy komplet főiskolás osztály kimegy egy színházhoz, és nem statisztálni mennek ki, hanem főszerepeket játszani. Csak nálunk pont akkor volt az az első hullám a katonából, amikor az új színház elindult, akkor voltak ugye, akik oda átszerződtek, plusz elmentek szülni ketten-hárman eleve. Tehát egy komoly üresség tátongott a szerepkörök tekintetében, úgyhogy át kellett egy csomó szerepet vennünk, ezek nagy szerepek voltak, tehát én két főszerepbe ugrottam be, és elkezdtem próbálni egy harmadikat, plusz még forgattam két filmet, ez tényleg most így kimondva is borzasztó, és hát egy óriási nosztalgiával gondolok vissza arra, hogy én egyszerre két filmet forgattam azon az őszön, még mondjuk az utóbbi három évben egyet sem, úgyhogy tehát ez akkor egy tényleg egy ilyen nagyon pesgő kulturális élet volt az életem akkor. De mint közösség, működőképes közösség volt? Nem mondanám, Pont, hogy, hogy jó osztályközösség lettünk volna, de nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Tehát ez is úgy, úgy kétfajta osztályok vannak a főiskolán, ezt már úgy ráfigyeltem. Vannak olyan csapatok, akik mint csapat fantasztikusan jól működnek, és a mai napig, vagy hát legalábbis abban az időszakban nagyon jól vannak együtt civilként is. Viszont hát őszintén szólva, úgy nem mondanám a legizmosabb színészeinknek azokat a színészeket. És akkor van a másik véglet, akik meg nem jók együtt, mint közösség, és nem járnak együtt bulizni, és nem hívogatják fel egymást telefonon, ha kell, hanem viszont fantasztikus, jó vizsgákat hoznak létre. Na most élnek voltunk mi. Tehát nekünk az összes főiskolás vizsga utáni bulink, az kb. olyan 30 percig tartott együtt, egy hát nem, egy óránál. nem nagyon sok, tehát az... Igen, de... 30 aztán, perc? Hány volt az egész? Hát, nagyjából addig elfogyott a Gálfi az üveg viszki, amit mind beszéltem, minden vizsga után megkaptunk. Ez még kb. kb. ott az osztályteremben, ettől mindenki kellőképpen jól érezte magát, és akkor úgy szépen el is szivárgott valahogy a társaság. Vagy ide, vagy oda, vagy szó, szóval, de úgy szét, szétment a banda. Ha már ezt említi az igaz, hogy ez csak legenda, hogy a Zsámbéki Gáborral, tehát az osztályfőnökükkel tartott órák során, önök annyira féltek, hogy meg voltak illetődve az osztályfőnöküktől, hogy hogy, hogy, lehet ezt szépen mondani. Szóval a mellékhelységet elég gyakran látogatta az osztály. Ez igaz? Ez igaz, de, de ez azért a főiskolára eléggé jellemző. Tehát a Zsámbéki még ebből a szempontból szerintem a humánusabb tanárok közé tartozott. Ugye voltak nála sokkal um, ilyen értelemben legendásabb hírű, vagy, vagy véresebb hírű tanárok. De féltek tőle? Tehát olyan karizmája um, volt, vagy olyan ez nem, nem, nem jó szó le? a félelem, mert, 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 ez nem félelem volt, mert a félelemben nem lehet kibontakozni az szerintem egy tévedés. Tehát ha valaki csak a görcs meg a pánik tart össze, abból nem jön ki a tehetség. A Zsámbikinál más volt a helyzet, mert ő, ő, tehát nem féltünk tőle, csak, csak nagyon szerettünk volna, úgy, tehát igazán jól inspirált minket. Mondjuk ez olyan tényleg, mint egy jó premier, amikor az ember nem úgy fél a darabtól, mert nem attól fél, hogy készületlen vagy, hogy, hanem hogy van benne egy olyan fajta druk, egy adrenalin túltengés, ami azt akarja, hogy, hogy nagyon jót akarok csinálni, mert szeretném megmutatni, hogy én ezt a jelenetet ilyen jól meg tudom csinálni. Szeretném magamat abba az állapotba hozni, ami ehhez a jelenethez föltétlenül szükséges. Ez inkább egy ilyen színészi érzékenységnek a, a felfokozása ami arra, arra kell, hogy, hogy tényleg ott, abban a három és hat óra közötti három órában minden jelenetben a maximumot tudjam nyújtani. És ez jutott kifejezésre, hogy módon, hogy ennyire is <laughs> Hát Igen, hát ennek ugye van ilyen biológiai, úgy látszik, hogy, hogy az ember sűrűbb látogatja a továletet. Egyébként nagyon kellett Zsámbékinek az ön mondjuk úgy bölcsész ényét, ha volt ilyen, nyesegetni? Igen, ezt ő, ő, ő nagyon előszeretettel mondta, és ebben biztos, hogy van igazság, hogy avval, hogy én tudom az adott színdarabról, hogy milyen történelmi vagy irodalmi kontextusban született, és hogy a, abban az időszakban a barokk reneszánsz, nem tudom milyen olasz dráma éppen hol tartott, attól én nem fogom jobban tudni eljátszani azt a szerepet. Tehát egy színésznek másfajta olvasás kell, mint egy, egy bölcsésznek. Tehát ön az a típus volt, hogy ön mindig kérdezett, elmondta az idevágő Hát én, én, én a bölcsészkarról jöttem oda, hát nyilván az, az, az érdek, vagy azt gondoltam, amikor először elolvastam egy színdarabot, egy Shakespeare darabot, hogy, hogy akkor az az akkori Erzsébet koré vizébe, hogy történt. Na most hát ez lehet, hogy a, a, könyvtárban jó, de a színpadra nem megyek vele sokra. És tehát át kellett a fejemben valamit állítani, és ma már tényleg, nem ma már, hát már szerencsére az jó régóta úgy olvasok darabot, hogy, hogy ott, ott egy embert próbál elképzelni, és azok, annak az embernek a kérdéseit akarom föltenni. Nem azt akarom föltenni, hogy itt most történelmileg hova, honnan jön be, hova megy ki, hanem hogy emberileg itt most szeretem-e, vagy nem szeretem. Vagy jobbról jöjjek, jöjjek be, vagy balról, vagy szóval ilyenek. Egy színész esetében nem korlát az okosság? Szerintem nem. Ez az állítulok, okos okoskodás, az korlát. Én... Mensáros László szavát ne feledje, mondta egy magánbeszélgetésben, ez vagy igaz, vagy nem. Ő azt mondta, hogy nagyon rossz, hogyha egy színész nagyon okos, ugyanis ha intellektuálisan akar megközelíteni egy szerepet, az már régen rossz, sokkal inkább az érzelmeivel kell, hogy át szűrje, vagy azon keresztül szűrje át a szerepet. Igen, van benne igazság. Én azért nem gondolnám, hogy az okosság vagy az ész az egy ilyen üldözendő mumus lenne. Az biztos, hogy engem is halálosan idegesít, hogyha valaki a próbán okoskodik, és egyfolytában azt fitoktatja, hogy ő milyen művelt és mennyire. Tehát én abszolút én, én egy állat vagyok a próbán, de a jó szónak a legnemesebb értelmében próbálom az érzékeimet kinyitni, az ösztöneimet, a figyelmemet, a nyitottságomat ráfókuszálni a partnerre és a rendező Őre, és ez szerintem nem zárja ki azt, hogy mondjuk adott esetben, hogy fölvegyem a rendezőnek a rezgését, a hullámait, megérezem, hogy, hogy ő megértsem, és megérezem, hogy ő mit szeretne abban az előadásban látni. Mert hogyha megértem, hogy ő mit akar, akkor az én érzékenységem, vagy az én intelligenciám, vagy nem tudom mi, azért tud olyan jó kombinációt kiadni, hogy hogy egy érvényes alakítást nyújtsak. De, de nem, szor, nem akarnám se túl démonizálni az okosságot, se alul becsülni. Szerintem ebben van, lehet egy ilyen normális középutat találni. Egyébként ön hogy került a bölcsész karra? Tehát ez szülői ráhatás volt? Hát igen, igen. Szülői ráhatás volt az annyiban, hogy úgy föl, föl, bukkant bennem időnként ez a színészkedés iránti vágy, de ez valahogy mindig le tudott csillapodni. És akkor mindig a szüleim úgy, úgy elsimogatták ezt a fejem fölött, hogy hát ez van valami kamaszkori, valami, majd ezt kinövöm. És hát én nagyon szerettem volna kinőni, de valahogy nem ment. De a kinővésnek egy ilyen lehetősége lett volna a bölcsészkar, ahova engem fölvettek angol-magyar szakra. Mindig éreztem, hogy az irodalom vagy a művészetek azok azért különösen érdekelnek, de, de valahogy az angol szak, ugye az, azt el is végeztem, a magyar szakot azt abba hagytam, mert ott valahogy úgy éreztem, hogy nem értjük, nem, nem vagyunk egy hullám hosszon, tehát, hogy lehet, hogy csak az első évet kellett volna túlélnem, és az alapozást túlélnem, és aztán már találtam volna benne örömet, de de nem sikerült. De úgy, mint a bölcsészkaron hallott tudnivalók és órák, azok valami fajta élvezetet azért nem, okoztak? Nem, nem okoztak hogy Tulajdonképpen egyáltalán... tudtás, hogy itt az életben többet ezen azt éreztem, hogy itt. kockára ülöm a seggemet a könyvtárban, és azt már pontosan tudom, hogy XYZ esztét a mit mond Kicsnek az Óda egy vázához című verséről, de hogy én mit gondolok róla, azt a kutyát, arra a kutya nem volt kíváncsi. Tehát én valahogy naivan azt képzeltem még a koromban, hogy a bölcsészkar az olyan lesz, hogy mint az irodalmi fakultatív órák, hogy ezek az ilyen szakkörös foglalkozások, hogy leülünk, és akkor veszünk egy verset, vagy veszünk egy drámát, és akkor így beszélgetünk arról, hogy kinek ez mit jelent. És hogy így, 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 megismerjük magunkat, megismerjük picit jobban a másikat, meg az adott művet. Ami szerintem nem egy rossz dolog, de hát lehet, hogy ilyen van, majd már negyed évben, vagy nem tudom mikor az egyetemen, de az, hogy... hogy ennek még a közelébe se kerültünk az első évben, hogy bármifajta közvetlen kapcsolat az adott mű meg a adott diák között legyen, az, az nekem borzasztó nagy csalódás volt. Úgyhogy én nem bírtam ezt a rettenetes mennyiségi könyvtározást, úgyhogy ráadásul az egyetlen zéhám -am, amire tényleg életemben nem készültem annyit valamire, mint akkor, az egy kettes tudott lenni, az évfolyam átlag pedig olyan 2,4, akkor azt éreztem, hogy nekem erre nincs energiám, és nincs fizikumom, meg szóval nem. Te a tanítás sem ambicionált? Hát nem, nem ambícionált az sem, mármint ami az angol nyelv tanítását érinti. De megpróbáltad? Hát kettő órán volt két magántanítványom. Szegények, remélem, hogy sikerült kiheverni. De miért, <laughs> mondja, miért mondja ezt? Hát mert hát tudja, ugye a ki kitanuló angolt magántanártól, akinek hát semmi köze nincs a nyelvhez, tehát gyűlöli az egészet apstart, Na most hát nekem bennem meg nem volt elég ambíció ahhoz, hogy ezt átverekedjem, ezt a gyűlöletet, tehát egy unatkozó teljes mértékben nem motivált gyerekkel, és egy teljes mértékben nem motivált tanárral úgy elég nehéz eredményt elérni. Úgyhogy, és én voltam, aki megfutamodtam, és mondtam, hogy akkor inkább keressenek egy másik tanárnénit, mert biztos, hogy a kislány nagyon szépen meg fog tanulni angolul, de hadd ne. Hát Mind a talán... ketten unták. Tehát a mondjuk De visszatérve oda egy mondatra, hogy egy mondat erejéig azt mondja, hogy ön szülői ráhatásra jelentkezett a bölcsészkara. Ön egy ilyen jó kislány volt. Tehát hmm. a szülők azt mondták, hogy Eszterke menjen a bölcsészkara, akkor ön ment. Hát igen. Most elég nagy túlzással mondom ezt a jó kislánságot, de igen, inkább akkor azt mondom, mert jobb a békesség. Igen, jó kislány voltam. De semmi lázadozás, hát, Mi mert nem volt már annyi, is hogy azt mondja, hogy 18 voltak. évesen akkor is beadom a egyetemi felvétel is a főiskolára? Hát ez nem történt meg, tehát akkor nyilván nem volt bennem ilyen lázadozás. az volt úgy bennem, hogy, hogy azért próbáljuk meg, mert hát hogyha, hát, hogyha lenyugszom itt, itt majd, de ha még mindig nem, akkor még mindig meg lehet próbálni a főiskolát. És végül is ez történt. És akkor persze vannak ilyen, hát véletlenek, vagy nem véletlenek, nem tudom, ezt döntsék el az asztrológusok, hogy pont amikor azt éreztem, hogy úgy kezd, kezd, kezd bennem tudatosulni, hogy nekem sem az angol, sem a magyar nem lesz az én életutam, akkor egyszer csak megnyílt az egyetemi színpad a Szerv utcában, és akkor megint csak egyszer csak ott találtam magam. És úgy éreztem, hogy most már ez nem lehet, hogy én azért minden évben valahogy kikötök, vagy egy diák ö, fesztivál, vagy egy egyetemi színpad, vagy egy versmondó verseny során valahogy a színpad, meg a színház között, vagy vagy, vagy környékén hogy akkor ennek most már kéne adni egy formális keretet. És akkor volt, hogy húsz évesen elmentem először fölvételizni, akkor nem vettek föl a harmadik rostán, szerencsére kiestem, és akkor a következő évben. Szóval hogy érti, ott szerencsére? Hát így, hogy, hogyha akkor vesznek föl, akkor egyrészt nem tudom befejezni az angol szakot, mert ez ugye akkor volt már ez a szabad, szabad óraválasztás, tehát akkor esélyem sem lett volna, hogy megcsináljam az öt éveset három év alatt. Másrészt pedig akkor olyan osztályba kerültem volna, ahonnan nagyon kevésé valószínű, hogy a katonába kerülök, hanem valahova sokkal, hát más helyekre. De azért elég vagány, hogy elég rátermett, hogy lehetett vagy lehet azt hallottam állítólag, hogy abban a bizonyos színészi táborba, ahova bekerült, ott Aser Tamást az utcán győzte meg, hogy egy határidő után még ön létszám felettiként bekerüljön. egy hihetetlen vagánynak vagy akaratosnak kellene talán ez a jobb szó, akaratosnak kell lenni, hogy az ember Aser Tamásnak lyukat beszéljen a hasába, hogy még engem vigyél el abba a táborba azért. Nekem valószínűleg van egy alapvető kényelmeség és lustaság az életemben, hogy a dolgokat addig a pontig halogatom, ameddig már egyszerűen nem tudok más tenni, mint hogy lerohamozom az illetőt. És akkor ettől, hogy van egy ilyen, ilyen kétségbe esett pánik helyzet, hogy most vagy soha alapon kell egy döntést meghozni, ettől hihetetlen bátor és kreatív leszek. Tehát valószínűleg, hogyha ezt én hosszasan fontolgatom, hogy nekem ezt meg kell tenni, akkor nem teszem meg, mert a józan eszem az lebeszél róla. De mivel már ott voltam, valóban a határidő lejárta után nagyon sok idővel, és úgy éreztem, hogy ez egy olyan véletlen, egy olyan, olyan isteni találkozás ott a Váci utcában egy álmatag vasárnap reggel 9 óra körül, de most értem, hogy én mit kerestem ott, de hogy ő mit keresett ott, azt aztán végképp nem értem. Na mindegy. De hogy úgy éreztem, hogy ezt most meg kell lovagolni, ezt a pillanatot, és akkor ez valószínűleg rá is olyan hatást gyakorolt, hogy jön egy őrült nő reggel, és lerohanja őt, ami persze nyilván jól esett a híjúságának természetesen, hogy, hogy, hát beadta a derekát. És akkor tényleg ez volt az a színésztábor, ami, ami, ami tényleg nagyon-nagyon utolsó löketet adott a, ne, nekem ahhoz, hogy ezt a pályát végérvényesen eldöntöttnek gondoljam az egy kis rosszakodásról én biztosan tudok, állítólag, aztán ez is vagy igaz, vagy nem, megcsinálta azt, hogy elment egy társaságba, kiadta magát egészen másnak, ha jól tudom, valami ilyen nagyon butta, nagyon Igen, közönséges szőkkel alakított, Igen. És a legvégén, amikor mindenki elképet, hát akkor elmondta, hogy ön kicsoda. Tehát, hogy Onodi Eszter, vagy a Katonai József színásztán. Akkor még csak főiskolás voltam. Tehát, tehát akkor nyilván nem... nem... nem volt közismert az arca. Igen. Ezeket miért csinálta? Tehát nem tudom. Ez egy, ez, egy, ez egy nagyon Rossz gyerekes játék volt. Amit tulajdonképpen nem bántam meg utólag, persze, mert, mert akkor nagyon élveztem, és, és, és jó volt, hogy ezt az egész komoly játékot végig tudtam csinálni. De magát szórakoztatta, vagy inkább. Hát magamat, meg azt a srácot, akivel együtt voltunk, de mi ketten voltunk beavatva. Tehát ja, ketten... Még volt valaki, aki. Persze, tudta. tehát ketten csináltuk ezt, és hát ez az ő ismerősei voltak, a fiúnak az ismerősei voltak, akikkel ezt a viccet eljátszottuk. És hát ez persze roppant inspiráló, hogy mint egy igazi, ugyanez, mint egy improvizációs színház, csak a dolog élet megy. Tehát a kollégák nem színészek, hanem civil emberek, és ez persze borzasztóan inspiráló. Tehát igazi színház volt, és ez, ez magára a sztorira már nem is emlékszem, csak az érzésre emlékszem, hogy ez, ez ilyen jó dolog élesben az improvizáció, meg ez a fajta komolysága a színészetnek, az nagyon-nagyon-nagyon jó tud lenni. És ha jobb pillanataimban én nagyon szeretek egyébként színpadon rosszalkodni, persze nem, nem ócska módon ripacskodni, vagy, vagy kiszúrni a kollégákkal, hanem meg, meglepni őket és váratlan helyzetet teremteni. Mert ilyenkor mindig azt érzem, hogy valami olyan plusz feszültséggel telik meg a levegő, ami, ami borzasztóan jó a színpadon is, meg a nézőtér re is persze ez átmegy. Tulajdonképpen itt ön a színészi képességeit tesztelte persze, Igen? csak ilyen hát, hogy volt? Ja, nem, nem volt semmi olyan szándékom, hogy most itt izé kiszúrják, vagy hogy az embereket <laughs> szembesítsem az önnön gyarlóságaikkal, ahhoz én nem vagyok azért eléggé felkent papja ennek a dolognak. De nem, ez abszolút színészi feladat volt, és, és uh, igen, nagyon. Oda ment, és akkor milyen volt? Butta? Valahogy belesodródtunk ebbe, tehát nem úgy mentünk oda, hogy most mi verjük át őket nagyon. Nem, voltam, nem. az volt a lényeg benne, hogy ez úgy kellett, hogy attól hiteles, hogyha túlságosan elvetem a súlykot, és elkezdek valami, nem tudom, paródiát nyomni, akkor lebukom. Hanem azt kellett megtalálni, hogy mi az, amit még ők is elhisznek, hogy ennek a fiúnak ilyen barátai végül is lehetnek. Hát az igen. Ők, igen. Tehát mi az a határ, amin még ez tud működni. Tehát nagyon olyan, olyan, olyan izgalmas játék volt. De hát. menj el te mindenki, ugye? Ezt már mondjuk nem tudta volna megcsinálni akkor, amikor tulajdonképpen a félország vagy a félváros biztosan az ön arcával volt kiplakátolva. Azt hogy viselte, hogy tulajdonképpen a, a félország szerelmes volt, vagy szerelmes magával? Jaj, de jó, ezt hallani, hát ezt akkor abszolút nem így gondoltam. Hát hogy tetten ország... érhető volt ez, hogy tulajdonképpen minden címlapon ja, igen. volt, gondolom elhalmozták levelekkel, virágokkal. Igen. Na, így érdekes nem? volt, de valóban kaptam mindenféle kis ajándékocskákat, meg egyebeket, meg... Most vissza kell nagyon gondolnom rá, mert már azért ez elég régen volt. Ö, jó is volt, meg, meg nem is. Szóval valahol azért ebből a dologból tudatosan szálltam ki. Mert ugye... És, és némileg, némileg ö, ö, hogy is mondjam, kötelező jelleggel kerültem be, hiszen ugye tudnék, hogy ezek mind a autónak, illetve valami amerikának voltak a promóciós ügyletei. Tehát az, hogy én ennyi újságban, és ennyi plakáton és ennyi tévéműsorban szerepeltem, az ugye az mind a promóciónak köszönhető. Na most, hogy én meg tudtam azt a határt húzni, hogy abban a pillanatban, hogy ennek az egésznek a, az ösztön, vagy a, vagy a törvényszerű lefutása megtörtént, én már így saját magam nem kezdtem generálni történeteket. Ez az én döntésem volt. Tehát, hogy magyarra fordítsam, amit mondok, hogy, hogy amikor lecsengettek a meseautónak és a valami amerikának a, a moziba kerülés körüli felhajtása, utána én már nem hívogattam az újságírókat, illetve amikor hívogattak, akkor nem kezdtem a privát életemről, a cipőgyűjteményemről, a kedvenc ételemről cikkeket kreálni. Ezt én magam. Döntöttem el. És akkor ilyen szempontból az egy jó dolog volt, hogy megtapasztaltam a bulvárnak ezt az oldalát, de hogy ebben meddig merülök el, ezt már szerencsére volt volt annyi erőm és, és, és bátorságom, hogy, hogy egy ponton túl nem engedtem őket tovább. De mit taszította, vagy milyen fajta idegenkedés volt, ami hát, távol tartotta? Szerintem azért ez elég világos, hogy aki picit úgy... A, komolyan gondolja az ő művész pályáját, akkor egy idő után olyan zavaró tud lenni legalábbis, amikor ezekben a színes lapokban, olyan társaságban forog az ő képe, meg a neve, akikkel azért úgy alapvetően semmi köze, akikhez, ha most ezt nem tudom elég világosan Én abszolút lontam, értem, én. csak az jutott időközben eszembe, hogy van pár... Igazán ismert, úgymond sztárnak nevezhető színésznőnk, ugyanakkor, aki ennyire nem a hagyományos utat járta volna be, tehát, hogy egyszer se tűnt volna fel mondjuk Celeb műsorban, és most nem a legúcélib mm, műsorokról beszélek, hanem még nem ment el táncolni, tévéműsorban nem vett részt, show műsorokban nem nyilatkozott a magánéletéről, nem nagyon tudnék mondani még egyet, aki ilyen. Önnek viszont mégis sikerült. Ott van a köztudatban, ugyanakkor tényleg nem járatódik le, ha ez lejáratódás éljünk akkor ezzel a gyanúperrel, hogy az, hogy ott van a mindennapok bulvár címlapjainak a, 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 kellős közepén. Hát itt leginkább szerintem, hogyha ha valahol föl tudom használni ezt a, az egyetemi diplomámat, hogy finoman fogalmazzak, az inkább ez a része, ahol az újságírókkal, tehát rá kell erre is érezni, ez tényleg egy empátia vagy intelligencia, nem tudom, nem tudom mi ez pontosan, hogy, tudom azt, hogy neki az a dolga, hogy mondjuk cikket írjon rólam. Én elmondom neki, hogy mi az, amit, amiről nem szeretnék beszélni, viszont cserébe szeretnék beszélni erről, vagy arról, vagy amarról, és akkor tudunk valami olyan középutat találni, ami neki is jó, és nekem is jó. És ez néha tényleg arról szól, hogy már kvázi én írom meg a cikket, mert hát nagyon sokszor előfordult már újságírókkal, hogy többet javítottam a a, az e-mailben a visszaküldött cikket, mint amennyire szerintem ő, amennyi időt ő erre unblock szánt. De hát mindegy, ez van, ez, ez, benne van ebben a pályában. És akkor legalább valamelyest megvédem magam attól, hogy elkezdjenek olyan kacsákat írni rólam, ami, ami tényleg kellemetlen. Ő is azt érzi, hogy, hogy valamit kapott tőlem, én is azt érzem, hogy valamit adtam, és akkor úgy mindenki úgy el van. De arra nagyon nagy sztárabb idézőjelbe, ja, sztárabb létre, nem is ágy... Na, a divasságra. Ja, nem. nem, 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 nem nekem már ez is megterhelő, hogy így ki kell festenem magam egy ilyen péntek délutánon pluszban, na most az nem, az nem én vagyok, aki a közértbe is. Mert ugye ez az a, azzal jár, hogy akkor az embernek, akkor már minimum mindig meg kell tudni ezt a róla kialakult képet őrizni. Ez rengeteg energia és rengeteg idő erre nekem nincsen. Meg én nagyon jól érzem magam úgy, hogy, hogy néha úgy el tudok vegyülni a tömegben, hogy senki nem vesz észre. Mert ez nagyon jó állapot. Tehát nagyon sokszor érzem azt, hogy Istenem, bár Lehetnék most tök láthatatlan, és úgy el tudnék az is, mindig. hogy adott esetben megismerik, hogy, hogy az arcába? Hát azért ez nem egy kellemes dolog, főleg, hogy az ember most éppen nincs jó paszban, vagy rossz kedvű, hogy akkor most így azt látja, hogy na, hát persze, néha jó dolog elbújni. Én inkább egy rejtőzködő ember vagyok alapból, mint, mint ez a nagyon extrovertált. Úgyhogy, meg hát ugye én abból élek, hogy figyelem az embereket, és ezt olyan nehéz megtenni, hogyha az ember... Mert ugye hát nekem az a munkám, hogy nézem az embereket, és tanuljak tőlük, és... és hogy mondják, figurales? Van ilyen szó, Van igen, ilyen szó, igen, ugye? Igen, ez, ez igen. ilyen figurales? Ez Tehát figurales, hát úgy, úgy, úgy fogjuk, figurales. fogjuk, fel, hogy az? Hát persze, hát ez ugye... Én abból dolgozom, hogy a látom, nézem az embereket, mert ugye, hogyha nekem az a feladatom, hogy én olyan embert ábrázoljak a színpadon, vagy a filmen, akit a nézők be tudnak azonosítani, Egyé, ez pont olyan, mint a... Na most, hogyha én egyfolytában csak magammal foglalkozom, és nincs arra időm, hogy lessek, akkor, akkor ugye elfogy egy idő után a lőpor. Úgyhogy nekem nagyon fontos néznem az embereket, csak hát nagyon ciki, amikor ők is nagyon néznek, <laughs> akkor ez kicsit kellemetlen tud lenni. Viszont ha jók az információim, a férje föl van hatalmazva arra, hogyha adott esetben úgymond művésznő beszél a telefonba, hogy nyugodtan figyelmeztesse. Hát őt. ő ezt maximálisan megteszi. De van olyan, amikor művésznősen művésznő sem beszél? Hát nem is egy művésznő csak hát persze, hát nyilván otthon se így beszélek, mint mondjuk most, vagy hát nem tudom. De hogy mit értsünk az alatt, hogy művésznő sem beszél? Hát, amikor az ember kicsit elkezd csacsorászni, vagy elkezd így nagyon hangosan nevetni. <síthat> És, és akkor szól a férje? Hát azért kellemetlen, mondjuk lehet, hogy előtte pont éppen káromkodtam, mert kiöntöttem az olajat, vagy valami, és akkor az olyan nagyon nagy a váltás. Hát akkor ilyenkor persze szól, de ja, ezt már azért vagyunk annyira régóta együtt, hogy ezt úgy Te tudjuk Tehát tulajdonképpen ennyi, tenni. ami a dívaságot jelenti, tulajdonképpen csak ennyi a ennek hát a Hát Igen, de hát mert a divaság is egy szerep az esetemben, tehát akkor nyilván valószínűleg úgy beszélek, mint amikor egy szerepet játszom a színpadon. Tehát, hogy csak tudom azt, hogy vannak olyan helyek, ahol, ahol való ezt várják el. Tehát ez az én kaméleon természetem, az biztos, hogy ilyenkor is próbál valahogy átalakulni. Olvastam egy, hát meglehetősen érdekes szereplő, sajnos azt nem tudom megmondani, hogy melyik előadásban volt, egy idióta, kicsit ütődött kisfiút játszott, akinek szerep szerint, én ezt mondjuk őszintén nem se tudom képzelni, de nem is álltam színpadon soha az életbe, pisilni kellett nyílt színen. Tehát ott a Katonai József színház nem tudom hány száz ember előtt. Ha jók az információim, ott minden élesbe történt. Ilyenkor egy színész, és engem az elsősorban ez érdekelne. Hogy jut el oda, én, nem tudom meddig kéne nekem ott a színpadon, még ott produkálnék bármit is, hogy ott teljesítsen? Hát, mondjuk minimum egy órán keresztül Hát, ez szóval olyan két liternyi C-vitaminos pesgőtablett. Meg megiszik két liter? Hát, hogyne. Mondjuk ez már nagyon régen volt, de Mint szóval a nem... doppint esnél, mikor a. Persze, hát, hát, ugye, hát ugye. muszáj produkálni mintát, hogy is mondták akkor, mintát adni. De persze ennél sokkal nehezebb a, a dolognak a lelki ö, vonzata. Ö, ez negyedéves koromban volt, tehát ez már azért nem egy, és már a darab az nincs műsoron, hál' Istennek, ugye valaki most elkezdne egy, de egy gyorsan rákeresni, ez már nincsen. És... Öm, ő szerintem azért adta az nekem ezt a szerepet, ez egy olyan darab volt kafkának egy, az életéről szól, tehát ne, ne gondolja senki valami pornográfiára, ahol valóban egy olyan kisfiú voltam, kitömve, elcsúfítva, maszkírozva, stb. tényleg egy nagyon szörnyszülött, tehát kellett ott játszanom többek között. És szerintem ő azért adta nekem ezt a szerepet, mert azt akarta, ő mindig nagyon háklis volt arra, hogy én neki túlságosan egybe vagyok, és túlságosan ilyen, ilyen szép és olyan kerek. Mármint, tehát, hogy ilyen rendbelevő és nagyon szeretett engem mindig ebből az állapotból kimozdítani. És én nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt megtette, és a legextréme figurákat adta rám. Tehát mondjuk a mizantróban, amit akkor csináltunk vizsgálóadásként, ott én nem azt a szerepet játszom, amit ma a szép és csábító nőt, hanem az ellenpontját, a frusztrált, elhagyott csúnyát. Na mindegy, és akkor itt is ő azért, szerintem azért adta nekem, mert azt akarta, hogy jöjjenek belőlem ki, olyan gátlások szabaduljanak ki belőlem, amik, amik, nagyon fontosak ezen a pályán, hogy azokat le tudjam vetni. A próba folyamat mondjuk mely szakaszában ér el oda egy színész, még hogyha ilyen remek mesterrel is találkozik, mint Jambiki, hogy ettől mondjuk adott esetben, ezen szerep kapcsán átszakad a gát. Tehát amikor azt mondja, hogy... Ez a bemutató előtti héten volt már, amikor, amikor ez, mert addig ugye az ember csak így jelezget, meg majd, hogy majd akkor itt lesz az, hogy izé, <gül> <gül> mert gyorsan menjünk tovább, majd itt van a pisilő, és akkor álljunk át a következőre. Igen. És a dalabig ezt lehet húzni, halasztani, de aztán ugye van egy adott pont, amikor már ezt nem lehet megcsinálni. És akkor emlékszem, hogy tényleg akkor is úgy éreztem, hogy, hogy már mindent elkövetek, és megiszom az összes létező folyadékot, ami ott van a közelemben, de hát ugye mégis ott van az a pszichés gát, hogy azért mégis ott egy üveglavorba, oké, okay, hogy nem látszik semmi, de hát ott pisélnem kell. És aztán, amikor van az, hogy egyszer csak így tényleg történik, és úgy érzem, hogy már nem érdekel, akkor legyen. És, és amikor így halálosan vörösre elvörösödik a fejem, mert most valami olyasmi történt, ami ugye eddig még soha életemben. De utána azt mondta Zsámik, hogy ezt utoljára Bástyúlitól látta valami másik darabban. De én úgy tudom, hogy Bástyúlitól nem tudott pisilni? Vagy tényleg, az lehet, hogy vagy, de azt az ő neve említődött fel. Én a, egy interjúban hogy... hallottam, és azt mondta, nem. hogy ő neki nem sikerült. Na, ezt hát, majd... Ennyivel, ennyivel, majd ezt megkérdezzük tőle egyszer. Öm, és akkor nagyon boldog voltam. De leginkább azért voltam boldog ennek a szerepnek a kapcsán, nem azért, mert ez az, az attrakció sikerült, hanem hogy egy másik főiskolás tanárom, aki éppen dolgozott velünk, Zsótér Sándor rendező, ő azt mondta, hogy amikor az előadást megnézte, akkor hosszú percekig nem ismert föl, és nem tudta, hogy ki ez az ember. Majd amikor elolvasta a műsorfüzetet, a a akkor látta, hogy az én vagyok. Na erre én sokkal büszkébb vagyok, mint arra, hogy ott nyílt színen kellett nem és ezt meg tudtam csinálni. Annélkül, hogy ezen akarnék rugózni. De olyankor, amikor ott ül az ember és teljesít, akkor Onodi Eszter van jelen, vagy az az időt ütődött kisfiú? Hát remélem, hogy az utóbbi de úgy értem, hogy a ért, fogalmaztam, tehát teljesen elveszti az onódi eszterséget. Nem, nem lehet teljesen elveszteni. Nem lehet. az egy hazugság. A színpadon nem lehet, mert annyira, az egy annyira absztrakt dolog, hogy, hogy, a próbán el tudja az ember néha veszteni a fonalat, az előfordul. De amikor előadás van, akkor szerintem nincs olyan színész, aki ne, legyen, lenne tudatában annak, hogy itt most ezt nézi még minimum száz ember. Ilyen formán a kiszállás és a szerebből való kiszállás, tehát amikor vége legördül a függöny, az is ilyen egyszerű? Hát azért én nem tudom, hogy ki, hogy van ezzel színész. Én azért a tapsrendre már úgy rá általában rendbe jövök. Tehát akkor már azon gondolkodik, hogy hát, mi lesz holnap? Van, amikor azon gondolkodom, van, amikor nem. Azért még jobb, jobb alkalmakor az előadás van még a fejemben, meg, a, meg az előző, előtte levő pár mondat, vagy pár jelenet. Tehát azért ez nem... De, de ott már azért úgy én kiszoktam általában engedni. És szerintem azért a színészek többsége így van. Hát nem, egy-két ne színésztől hallottam, aki azt mondja, hogy még utána... Másfél órán keresztül. Az egy más dolog, hogy, hát, hogy a szerepben, vagy, 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 úgy lenni ott jó a büfében az biztos, tehát én nagyon ritkán van, van olyan előadás is, ami után tűzök haza, de azért én szoktam ott még kicsit leereszteni a kollégákkal, átdumálni, vagy egyáltalán csak úgy lenni. Az ott jó dolog. De, és mi sokszor a darabról is beszélgetünk, vagy eszünkbe jut valami, de igazából csak az az együttlevés, az még ott úgy, úgy, úgy jár szerintem. Egy nagyon, hogy mondjam, racionális és egy intellektuális hölgynek tűnik nekem. Ezzel szemben meglepődve Értesültem róla, hogy ön nagyon babonás. Ez igaz? Hát nagyon nem vagyok babonás, de valamennyire azért igen. Hát van egy naptára, amiben benne vannak az úgynevezett veszélyes napok. Ez a nagymamámnak van, most már én ezt nem nézem, neki van. Lehet, hogy majd ahogy öregszem, egyre inkább azt érzem, hogy, hogy ez, ezek az ilyen nagyszülős rigolyák, ezek előjönnek meg a szülős rigolyák. De ez a nagymamámnak a nagyplárja. Úgyhogy ebben nem tudok állást foglalni, mert én nem, nem örököltem még át a keresztes napokat. De ő valóban ilyen volt, hogy ha valami új dolgot akartam belekezdeni az életben, akkor meg kellett mondani, hogy ez melyik napra esik, és akkor azt ő megnézte az ők és naptárjából, hogy az milyen nap. És ha lehetett ezen módosítani, akkor mindig mondta nekem, hogy inkább ne az nap kezdjék, hanem vagy előtte, vagy utána, mert az keresztes nap. De volt olyan, hogy ön ezt megfogadta, tehát, hát figyeljen, ez olyan adát. dolog, hogy szerintem, hogy az ember valamitől tart, és ha csak valaki azt, hogy figyelj, ne akkor csináld, akkor azt tudja, hogy ha még ha nem is hisz benne, az már ott van a bogára fejében, és akkor inkább a jobb a békesség alapon olyan napot keres, ami teljesen rendben van. Tehát akkor ebben nem hisz. Akkor ez hát annyira nem, de igen. Újságírói túlzásra lehetettem, hogy ezzel kapcsolatban összehozták. Egy személyes kérdést engedjen meg a végére, nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg. Igen. Önnek tulajdonképpen milyen színű a haja? <laughs> Láttam, megmondom őszintén, répavörös hajónak, szőkének, barnának, sötétbarnának. Hát, amit a megrendelő kér. Tehát olyan színű. Ez... A megrendelő adott esetben a rendező. Hát Persze, meg a szerepek, meg az. Most éppen azért ilyen, mert a két darabban is van egy pótrész, ami ilyesmi színű, sőt, három vált, akkor egyszerűbb nekem is ilyet kitalálni. De ilyenben nem vagyok, nincsenek ilyen fixációim. Ami kell, az, az lesz. Amit ki, mindent a színházé. Hát vagy a filmért, vagy hát... Vagy a filmért. <laughs> <laughs> Jó, hogy láttuk. Köszönöm, Köszönöm szépen.